Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hét érmet szereztek a nyíregyházi atléták a 128. magyar bajnokságon. 25 csapat lépett pályára a Hunvics strandkézilabda tornán. Egy év szünet után ismét a kék cápák játékos a Bús Iván. Hét érmet szereztek a nyíregyházi sportcentrum atlétái a 128. országos bajnokságon. Tóth Balázs, Helebrant Máté, Szikszai Róbert és Boros Bence az első helyet szerezte meg. Kerekes Dóra és Pészabó Gabriella a második helyen végzett, Nisztor Petra pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ez realitás, de ha minden összejött volna, nem lettek volna megbetegedések a verseny előtti időszakban, akkor akár ez 7 arany is lehetett volna. De hát örülünk ennek is, hiszen mi egy vidéki egyesület vagyunk, és ez a 4 aranyérem, ez azt mondom, hogy csodálatos. Nem sok nagyobb, tőlünk nagyobb egyesület szerzett több aranyérmet. Ugye a sportágban már minden az augusztusi világbajnokság körül forog. Ez volt a főpróba, milyen volt a stadion, milyen volt a pálya, milyen volt a mezőny, milyen volt a hangulat? A stadion az csodálatos. Már maga a verseny is a világbajnokság jegyében egy tesztverseny volt tulajdonképpen a magyar bajnokság. Tehát ugyanúgy készültek a versenyzők a bemelegítő pályán, ugyanúgy elektromos autókkal hozták be őket a stadionba, a korrumba, és hát maga a verseny hangulata is jó volt, hiszen a szervezők mindent megtettek azért, hogy ez egy jó hangulatú verseny legyen, és hála Istennek voltak nézők is. Én úgy olvastam, hogy több mint 5000 néző volt kint, főleg a szombati napon, és hát egyes versenyszámoknál jó hangulatot teremtettek. Nyár közepén vagyunk, említettük a világbajnokságot, ott is indulnak nyíregyházi versenyzők, de ezen kívül is vannak még nemzetközi versenyek, hogyan néz ki a verseny időszak hátralévő része? Igen, a VB-ig még mármint a döntésig, hogy ki indulhatnak a világbajnokságon, még körülbelül egy fél hónap van, mert július végén lezárják. De addig még van egy nagy versenyünk, a Gyulai Emlékverseny, ahol szintén indul két versenyzőnk, Szikszai Robi és Tóth Balázs személyében, akik még gyűjtögethetik a pontokat a VB-re, illetve Kászabó Gabriella indul most az U23-as Európa-bajnokságon, ami Finnországban lesz, és hát ott van a főiskolai egyetemi világbajnokság, amely Kínában lesz megrendezve, és ott is két versenyzőnk, Kászabó Gabriella és Tóth Balázs személyében indulnak. A bajnokság előtt sérüléssel bajlódtál, ennek tükrében hogyan értékel ez a szereplésed? Hát a helyezés, ennek mindenféleképpen örülünk, hogy a magyar bajnokságot megnyerni azért az nagy dolog. Az ellenfelem, aki van egy fradis srác, őt sajnos ez volt az idei első versenye, őt talán műtötték is márciusban, hogyha jól tudom, tehát igazából hogy ellenfél nélkül 5 méterre tudtam így is nyerni. Jobb lett volna, hogyha van egy húzóerő, és akkor egy jó versenyt csinálunk. Milyen volt a stadion, milyen volt a hangulat? Van egyáltalán szél, ugye a diszkoszvetőtén nem állt, egy kicsit néha van szembeszél. Ugye itt a stadionban nem nagyon szokott lenni szél, ugye mivel megfogja ez a maga ez a nagy stadion, ugye a bemelegítő pályáról is mindent úgy csináltak, mint a VB-n, tehát ugyanúgy másfél órával hamarabb le kellett jelentkezni, bevezetés volt, ilyen kis golfkocsikkal vittek be, tehát tényleg lepróbálták azt, hogy mit kell majd a VB-n nekik csinálni, ez mindenképpen nekem már nem volt, én voltam egy pár ilyen verseny, de több versenyzőt ugye ez meglepett, mert nem csináltak még ilyet, úgyhogy a stadion nagyon jó, kör hál' Istennek rendben van, úgyhogy várjuk a VB-t. A világranglistás helyezésed alapján ott leszel a világbajnokságon, viszont addig még van egy nagyon komoly verseny. A jövő héten a Gyulai Emlékverseny, milyen mezőnyben indulsz? 8 fő fog indulni, ebből 2 vagyunk magyarok, és a 6 az elmúlt világbajnokságról az első 8-ból a 6 itt lesz. Tehát nagyon erős mezőny, szerintem 68 fölött van mindenkinek az egyéni csúcsa, úgyhogy megpróbálunk esetleg meglepetést okozni. Egy ország leggyorsabb emberének lenni nem lehet rossz érzés, de milyen célok a reményekre utaztál az OB-ra? Érett már bennem ez az érzés, számítottam rá egy picit, de nem gondoltunk semmire, hiszen hosszú sérülésből épültem fel, úgyhogy a váltó volt a legfontosabb, amire koncentráltunk. Nem mondom, hogy ez egy plusz. A utolsó 1-2 hétben már pedzegettük, hogy jó lenne megnyerni, benne van, de amikor ott voltam, akkor tudtam, hogy
ezt be kell húzni, hiszen voltam olyan állapotban, formában, és a mentális egészségem is úgy van, hogy képes voltam rá, elhittem. Mekkora lendületet ad ez az eredmény a jövőre nézve, hiszen említetted, hogy egy hosszabb sérülésből lábaltál ki? Mindenféleképpen biztató. Egy közepes eredmény nem számítható nagyon jónak, de ami ugye mögöttem volt, úgy gondolom, hogy volt az idényben jobb eredményem 300-addal, de azt hiszem, hogy mondjuk a jövő évre ez nagyon biztató eredmény. Hogyan néz ki a szezon hátralévő része? Jövő hét kedden utazunk, illetve akkor lesz a Gyulai Memoriál, utána egy kisebb pihenő, egy pár nap, és utána július végén lesz egy 10 napos edzőtáboron Pápán a váltóval, és utána marad a világbajnokság. Ott milyen eredményre lehet számítani? Hozzáteszem, azért nem a magyar sprinterek a világon a legjobbak, tehát lesznek riválisok bőven, mivel lennétek elégedettek, azon túl, hogy valószínűleg Teltház előtt egy gyönyörű környezetben versenyeztek. Szerintem egy 39-en belüli eredménnyel elégedettek lennénk, sőt, saját magunkat is meglepnénk vele. Kicsit foghiasan vagyunk, sok a sérülés, de próbáljuk összerakni a csapatot. A számodra a sprint távnak számító 5 kilométert egyéni csúcsán nyerted az országos bajnokságon. Mennyire meglepetés és mennyire biztató a világbajnokság előtt? Teljes meglepetésként ért, mivel egyáltalán nem készültünk erre a versenyre. A verseny előtt 2-3 napot pihentünk csak rá. Viszont nagyon jó napot fogtam ki. Maga a körítés is, az egész létesítmény, a szervezés és a hangulat is kiváló volt, és lehet, hogy ez a kis plusz jelentette azt, hogy megdöntöttem az egyéni csúcsomat. Ez azért is fontos számunkra, mert ez egy kis visszaigazolás, hogy a felkészülésünk az jól halad, és kezdek gyors lenni, ami ma nagyon fontos lesz a világbajnokságon. Edzőtérből aztán már ebben az évben többször. Most hogy néz ki a program a világbajnokságig? Ezen a héten még itthon vagyok, és július 16-án fogunk vasárnap kirepülni Spanyolországba, pontosabban Sierra Nevada-ba, ami 2400 méter magasan van, szóval magaslati edzőtáborban leszünk 3 hétig, és majd a világbajnokság előtt 2 héttel jövünk haza, és bízunk benne, hogy ez a magaslati edzőtábornak a jótékony hatása is majd az eredményemon meglátszik. Azt viszont még nem tudom, hogy melyik távon fogok indulni, 20 vagy 35 kilométeren. Én most főleg ebből a versenyből kiindulva már inkább a 20 kilométeret választanám, de ez majd csak akkor fog kiderülni, amikor majd kijön a világranglistának a frissítése, hogy pontosan hol helyezkedek el. Ez egy pályaverseny volt a VB-n, viszont Budapest utcáin gyalogoltok, majd minden bizonnyal nem kevés magyar szurkoló előtt. Milyen plusz tud ez jelenteni? Mindenféleképpen előny lesz a hazai pálya. A családom meg a barátaim máskor is el szoktak kísérni külföldi versenyekre, de az azért mégis másabb lesz, hogy tényleg itthon Magyarországon magyar szurkolók előtt versenyezni. Méghozzá egy gyönyörű helyen, mert a Hősök terén és az Andrássy úton lesz a versenypályánk. Szóval a körülmények és a hangulatra is szerintem nem lesz majd panasz. Címvédőként, sőt az előző 3 bajnokság győzteseként utaztál most Budapestre, ezek szerint gondolom aranyéremért mentél. Természetesen ez volt a cél, még meg minél nagyobb eredmény lett volna a cél, viszont ugye egy 18.05-ös lökéssel sikerült nyerni. Meg vagyok elégedve ezzel az eredménnyel, hiszen egy betegségből felépülve indultunk el a versenyen. Milyen versenyek várnak még rád, ha minden igaz, arra is megvan az esély, hogy ott legyél a világbajnokságon? Jövő hét kedden, 18-án a Gyulai Memoriálon fogok indulni, utána a egyetemi világbajnokságon fogok részt venni Kínában. Ezen a két versenyen, ha sikerülne egy jó versenyzést mutatni, akkor nagy valószínűséggel kint is leszek a magyar budapesti világbajnokságon. Ha az eredményekről beszélünk, mennyivel ennél elégedett, milyen nagyot kell dobnod, hogy reális legyen a VB szereplés? Egy stabil 18-50 méteres dobás mindenképpen szükséges, de úgy gondolom, hogy a 19 méteres dobások nem lehetetlenek. Nem sok hiányzik hozzá, egy apró technikai fejlődés szükséges hozzá, ami
úgy érzem, hogy karnyújtásnyira van. Kínában rendezik majd az egyetemi főiskolai világjátékokat, ahol ott lesz a Nyíregyházi Egyetem egyik hallgatója, a napokban bajnoki címet szerző súlylökő Tóth Balázs. Mivel tudja az intézmény támogatni Balázs és a Balázs utazását? Hát a Nyíregyházi Egyetem fedezi Balázs teljes költségét, az utazás és regisztrációs ott léti költségét. Soha ilyen lehetőség a Nyíregyházi Egyetemnek nem volt. Voltak már hallgatóink, akik képviselték az intézményt, de most az első alkalom, hogy a Nyíregyházi Egyetemnek van olyan lehetősége, anyagi forrása, hogy támogassa a hallgató részvételét ezen a világversenyen. Ha egy picit távolabbra nézünk, vagy Balázs mellé nézünk, akkor milyen lehetőségek vannak a többi sportoló számára? A Nyíregyházi Egyetem nem csak a tanulásukat, hanem a további életüket is, mint kettős karriert támogatja, akár a versenyzésüket, akár pedig a tanulmányi időszakukat. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség néhány évvel ezelőtt kidolgozott egy Hajós Alfréd tervet, amely komoly indikátorrendszerhez kötött, és ebben nagyon fontos feladat a kettős életpálya modell támogatása a sportolók részéről, illetve az egyetemi felsőoktatási sport támogatása, a versenysport támogatása és a rekreációs sportoknak a támogatása. Ezek jelentenek vonzást a hallgatók számára, amikor a Nyíregyházi Egyetemet választják? Én azt gondolom, igen, nagyon erős a Nyíregyházi Egyetem ebben, hogy akár egyéni tanrenddel, akár pedig sportösztöndíj formájában természetesen eredményességtől függően támogatja a hallgatókat. Negyedik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Hunvíg strandkézilabda tornát. A sóstói rendezvényen 6 kategóriában 25 csapat lépett pályára. Korábban a Magyar Kézilabda Szövetségnek volt egyébként egy elképzelése arra, hogy népszerűsítse a strandkézilabdát Magyarországon belül, és aztán nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert főtitkár asszony egyébként az Európai Strandkézilabda Szövetségnek az elnöke, úgyhogy rendkívül jó támogatást kapott az elmúlt években. Immár negyedik alkalommal tudjuk megrendezni, nagyon jók a visszajelzések, egy rendkívül kötetlen, felszabadult formája egyébként a kézilabdának, úgyhogy szeretjük nagyon. Mennyien érkeztek most erre a rendezvényre, és honnan jöttek a csapatok? A csapat létszám is jelzi azt, hogy évről évre egyre jobban megszeretik egyébként a csapatok a megyében. Rekord létszámú jelentkezőnk volt ebben az évben. 26 csapat jelentkezett, és csak egyetlen egy visszamondásunk volt, úgyhogy 25 csapat van itt. Ez közel 40 mérkőzés jelent a mai napon. 350-400 kézilabdást láthatunk a pályán, és hogyha a szimpatizánsokat is hozzászámoljuk, akkor 500 ember az, akit itt meg tudtunk mozgatni. Nemzetközi szinten merre tart a strandkézilabda, és hol foglalnak benne helyet a magyarok? Most láthattuk egyébként a fiúkat, akik ugye a második helyet tudták megszerezni. Az Európai Kézilabda Szövetség rendezett egy strandkézilabda tornán. Mi arra számítunk egyébként, hogy olimpiai sportág lesz, úgyhogy egy nagyon dinamikus, innovatív területről van szó. Csengelből érkeztetek egy hajnali indulással. Ezek szerint megérenít ez a fesztivál? Abszolút, tavaly voltunk itt először, és a csajoknak annyira megtetszett, hogy most már népes létszámmal 13 játékossal és 4 hivatalos személlyel érkeztünk az idei Humbics kupára. Mi a vonzó a sportágnak ebben a változatában? Itt annyira nem kötöttek a szabályok, viszont egy kicsit kötöttebb, ugye, mert itt nincs testest elleni küzdelem, és az nagyon nehéz kiülni a játékosokból. Tavaly folyamatosan 2 percen voltunk, meg piros lapok is voltak, de hát itt meg nem úgy fogja fel az ember, úgyhogy nyár van, jó idő van, élvezzük, a hangulat, a pesgés az most is érződik, úgyhogy teljesen jó. Aki nincs képbe, hová helyezzel a csengeri női kézilabdát? Jelen pillanatban sajnos nincs bajnokság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság, de egyébként évről évre a megyei bajnokságba indultunk. Utánpótlásban ott vagyunk, országos szinten is jegyeznek minket, de a felnőtt női csapatunkat próbálom így egybe tartani, hogy ilyen eseményekre hozom őket, úgyhogy szeretnek itt lenni. A csengeri kislányok körében egyébként mennyire népszerű a kézilabda? Egyre népszerűbb, mi inkább lánykézilabda vonalat viszünk. 12 csapatunk van, és őket folyamatosan versenyeztetjük, imádják a kézit. Nekem is lánykézilabda csapatom van, 2 is.
mezőtúról érkezhetek, ha minden igaz, harmadik alkalommal vagytok itt. Ezek szerint azt jelenti, hogy nagyon jó ez a rendezvény, milyen csapattal, milyen céllal érkeztetek. Az ifi koroszában fogunk indulni a lányokkal. Lett volna lehetőség a fiúknak is, de nyilván azért messziről vagyunk, innestől kezdve elég csak egy csapattal a tömegközlekedéssel megoldani. Céljunk hát különösebben nincs, mivel egyrészt magasabb korosztályban indulunk, vagy hát játszunk, illetve ez csak arról szól, hogy eljövünk, strandolunk és jól érezzük magunkat. A mezőtúr és kézilabda, mit kell tudni sportágotani helyzetéről? Nagyon sok utánpótlás csapatunk van, U8-tól felfelé MB2-től felnőttig. Minden korosztályban részt vevünk, és többségében azért eredményesen is. A serdülő csapatunk az, ami kiemelkedik többségük közül, mind a lányoknál, mind a fiúknál is. Mennyire népszerű a gyerekek körében, helyben a kézilabda, gondolom azért vannak ott is rivális sportágak. Persze, azért igyekszünk minden iskolában megjelenni, de azért nagyon sok sportág van, tehát legalább 8 sportág van ott. A férfiak mezőnyében a hajdúnánási etil alakulat megvédte tavalyi bajnoki címét. A hölgyeknél a Miskolcról érkezett Gold Eagles Fantázia nevű csapat győzött. Az U20-as fiúmezőnyben a Törökszent Miklósi Székás Beach Boys bizonyult a legjobbnak. Az U19-es lányoknál a Kálusreményi Leverünk, az U15-ös fiúknál a Nánási Bakugánok csapata, az U13-as fiúknál pedig a Nyíregyházi Szike végzett az élen. Egy év szünet után ismét a kékcápák játékos a Busz Iván. A rutinos irányító az elmúlt szezon Fóton a Megyeri Tigrisek csapatában töltötte az NB1B piros csoportjában. Egy évvel ezelőtt itt beszélgettünk ezen a küzdőtéren, akkor elbúcsúztál a profi kosárlabdától és gyakorlatilag Nyíregyházától, most viszont itt készülsz egyéni edzéssel a kezdődő szezonra. Szoktál mondani, hogy fociban egy váratlan klubváltás, hogy ilyen a futball, most akkor mondjuk azt, hogy ilyen a sport. Így van, és ilyen az élet. Ugyanis azzal számoltam, ezt akkor is nyilatkoztam, mondtam, hogy a civil életbe is szeretnék előrelépni, és nem szerettem volna csak a kosárlabdában állni az életem. Ez nem sikerült úgy, ahogy terveztem Budapesten, illetve abban a tekintetben nem is örülök neki, hogy hazajöttem, mert ennek ugyebár feltétele volt az, hogy amit akkor is említettem, nem szeretnék már A-csoportba játszani, és a fiúk kiestek. Igazából másfél hónappal ezelőtt még szó se lett volna erről, legalábbis nekem se volt a terveimben, és valószínűleg még itt sem a B-csoportos, vagy piros csoportos csapatot kezdték el építeni, de ahogy ez a kettő találkozott, viszonylag hamar egyezkedtünk Mohával, Mohácsi Mátéval, és igazából onnantól, hogy ajánlatot tettek, eléggé kezdett hazahúzni a szívem, úgyhogy most vágunk nekik a következő szezonnak. Az a csapat, amelyiket itt hagytál, azért átalakult jelentősen. Egy évet most a piros csoportban játszott, azelőtt ugye 2 évet az A-csoportban. Mennyit változott a piros csoport ahhoz az időszakhoz képest, amikor feljutottatok, aminek most már 3 éve lassan? Érdekes kérdés ez, mert talán azt mondom, hogy az előző 2 év az lehet, hogy az egyik legerősebb piros csoport volt, amióta van ez a szisztéma. Egyre kompetitívebb lett, egyre több magyar játékos vállalatott szerepet, aki előtte mondjuk A-csoportban pallérozódott. Idén úgy érzem, hogy lehet egy kicsit átmeneti év lesz azokban a tekintetekben, hogy jövőre megszűnik a fiatal szabály az A-csoportban, az 23-as szabály, ezért már egyre többet számolnak azzal a klubok, hogy lehet, nem kell majd a fiatal játékosnak olyan szerepeket adni, ergo azok a játékosok, akik mondjuk most éveket töltöttek a piros csoportba, de lehet nagyobb rutinnal rendelkeznek, mint egy fiatal, lehet meg fel őket környékezni, és vissza is fognak térni az A-csoportba. Ezért nagyon sokan kivárnak, én azt látom így a játékos piacon. Illetve a másik nagy különbség az lesz véleményem szerint, hogy az elmúlt 3 évben, úgy gondolom, hogy évelején mindenki ki tudott emelni 1 vagy 2 csapatot, aki egyértelműen megy a feljutásért, és jó esélye meg is lesz. Egyik évben ezek mi voltunk, kissé katifántos úton, de meg is lett. Második évben a Honvéd fel is jutottak, és idén egyértelmű volt, hogy a 2 Pécsnek nem fog beleszólni senki a versenyfutásába, így is lett. Idén van talán egy olyan év, hogy ebből a szempontból nagyon kiélezett lehet a harc, viszont hogy ki milyen játékerőt fog képviselni, ez a maga a liga, azt arra még nehéz választ adni. Amikor elmentél, vezérszerepet töltöttél az öltözőben és a pályán is, most minden bizonnyal ugyanez vár rád, viszont valószínűleg új társakkal. Akkor én még arról beszélni, hogy mik lehetnek a célok, de hát azért kieső csapattól általában azt szokták várni, hogy jusson vissza azonnal, de hát ez egy nagyon hosszú bajnokság lesz. Gondolom az első hónapok a csapat építésére, az összekovácsolódásról szólnak majd.
Abszolút. Nem is olyan ez, mint a Premier League, ott szokott ez lenni, hogy kiesik az egyik angol foci csapat, jut is vissza a következő évbe. Nem gondolom, hogy ez lenne az egyértelmű célkitűzésünk, hogy jussunk vissza az élvonalba, de ez úgy gondolom le is lett kommunikálva. Nagyon átmeneti év lesz olyan szempontból, hogy ahogy említetted, nagyon sok új játékosunk érkezett. Mindegyik őket ismerem pályáról, viszont az is fura lesz, hogy visszajövök a nyíregyházi öltözőbe, és személyesen viszont annyi sok mindenkit nem ismerek. Hál' Istennek a régi motorosok közül ugye Vaskó Gyurci itt maradt, ő az utolsó, illetve Mészáros Miki a masszőrünk, aki a én számításomtól, kezdetektől fogva itt van velem, vagy itt volt velünk, illetve Szobi Danival is már jó pár évet lehúztunk. Ezen kívül mind az edzőpáros személye, mind az érkezők személye azért úgymond kérdőjeles számomra, hogy milyen lesz az összhang, de biztos vagyok benne, hogy ez hetek alatt ki fog alakulni hamar, és szeretnénk egy minél ütőképesebb gárdát összehozni, és nyilván legnemesebb célja küzdeni. Én mindig azt mondom, hogy szerintem nem sportoló az, aki nem úgy megy fel a pályára, minden meccset meg akar nyerni, ergo szeretnék feljutni és minden meccset megnyerni. Megnézzük, hogy ez majd hogy alakul. Egy hónap múlva kezdődik a felkészülés, te viszont már most itt vagy a csarnokban, önszorgalomból, de hát ez szerintem az elmúlt években is így volt. Így volt, jellemző is volt, az is jellemző volt, nem köntőfazok én ezekkel, hogy általában, hogyha vége van a szezonnak, én szeretek kicsit kikapcsolódni, és az utóbbi hetekben nem is nagyon volt előtérben a kosárlabda, meg így a kondicionálás, viszont azt is előtérbe helyezem, illetve ahogy korosodok, hogy ne úgy érkezzek a felkészülésre, hogy van rajtam plusz 10 kiló, és nem mozogtam 3 hónapja, úgyhogy szeretem szépen lassan felépíteni, és elkezdeni minél jobban hangolódni, felkészülni a felkészülésre, így szoktam fogalmazni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!